Ha megnézzük itt az olvasmányt, egyébként a megtérés meg a bűnbocsánat kerül előtérben mind a három olvasmányban, bizonyos szempontból. És rögtön itt az első olvasmányban azt látjuk, hogy van ez a nép, Izrael népe, akit az Isten kihozott Egyiptomból, látta az ő csodáit, látta az ő hatalmát, látta, hogy ingyen cselekszik értük, és majdnem rögtön letérnek az útról. Bálványt csinálnak maguknak, és így tovább. És érdekes, hogy ez a bálvány, azt mondja erről a bálványról ez a kivonulás könyve, hogy öntött borjút csináltak maguknak, azt imádták. És ha belegondolunk, hogyha mi csinálunk valamit, és valószínűleg nem szobrot fogunk csinálni, de bármit, amit kézzel mi csinálunk emberileg, földileg, annak van egy határa. Tehát attól várni a boldogságot, hogy az minden problémát megold, az nem logikus, mondjuk így, mert amit mi csinálunk, az véges. Van egy határa, ami nem tud túlmenni. És mik lehetnek ezek a bálványok? Ugye mondtam az elején, hogy az Isten személyesen keres minket az ő szava által is. És ezek a bálványok a mi életünkben mik lehetnek? Hát nagyon sok lehetőség van, kinek mi elsősorban. Mert általában a pénzről szoktunk beszélni, mint bálványról, de lehet az a valakinek a férje, a felesége, a családja, a barátai, a munkája. Bármi lehet bálvány. És látjuk, hogy ezek nem rossz dolgok önmagában, nem az a probléma. Hanem az igazi probléma akkor jön, amikor ezt az Isten helyére tesszük. Azt hiszük, hogy ezek a dolgok fognak minket boldoggá tenni. Márpedig bármennyire jó szándékú egy ember, vagy bármennyire jó egy dolog, az nem tud minket teljesen boldoggá tenni. Van egy határa, amin nem tud túlmenni. Van ez az üresség, amit tapasztalhatunk magunkban, azt egy ember vagy egy dolog nem tudja betölteni. Akkor jön a szenvedés, ezek nem tudnak segíteni. És az Isten pont azért, látjuk, nagyon érdekes, amit Mózesnek mond, hogy úgy tűnik, hogy el akarja pusztítani ezt a népet, akit ő maga hozott ki. De hogyha megnézzük az Ószövetséget, meg az egész Szentírást, akkor azt látjuk, hogy máshol konkrétan ezt mondja, hogy nem akarom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Az Isten nem elpusztítani akarja ezt a népet, hanem pont azt akarja, hogy éljen, és tudja, hogy az élet az Isten, tehát tőle jön. És akkor Mózesnek igazából ez egy próbatétel, mert nagyon jól hangzik, hogy majd téged teszlek nagy néppé, enged, én eltörlöm ezt a lázadozó, keménynyakú népet, és majd téged teszlek nagy néppé. És Mózes, ha mondhatjuk így, résen van, és nem megy bele ebbe nem csapdában, az Isten nem csapdát állít neki, hanem megmutatja, hogy mi van Mózes szívébe, és kiderül, látszik, hogy alázattal az Isten alá helyezi magát. Nem azt akarja, hogy neki jó legyen, mert tudja, hogy az Isten mindent megad neki, hanem kiengeszteli az Urat. Meg elkezdi kiengesztelni őt, és ez megjelenik egy kicsit az is, amire minden keresztény meg van hívva, ami nem az ítélet, mert talán könnyen belemegyünk abba, hogy most lehet az is, hogy egy ember jön ide a templomba, vagy bárhol máshol megjelenik, esetleg közeledik az Istenhez, és megvan a véleményünk róla. De lehet ez a családban is, vagy máshol is. Mi nem csak, hogy nincs jogunk az ítélkezésre, de igazán képességünk sincs rá. Abban az értelemben, hogy nem látjuk a másik ember életét, még a sajátunkat se teljes egészében. Csak az Isten. Ezért az Isteni az ítélet, nem a miénk. És nem arra vagyunk meghívva, hogy ítélkezzünk. Nyilván bizonyos dolgokat meg tudunk ítélni, meg van, amikor meg kell ítélni, dönteni kell, de nem az ítélkezésről van itt szó. És ezt látjuk egy kicsit az evangéliumban is. Ugye ismert ez a történet a két fiúról. Itt van ez a fiatalabbik fiú, aki kikéri a vagyonát, szakít az édesapjával, a családjával, és elmegy messzire. Ugye eltékozol minden, bűnös életet él. És érdekes, hogy a végén, de csak akkor, amikor már nincsen semmi és éhínség jön, mint az Isten enged, hogy ez legyen, akkor veszi észre, de csak akkor, hogy igazából nincs értelme az életének. Ugye nem tudja megoldani a saját problémáit, volt sok pénze, az egy ideig jó volt, és utána szerte foszlott. Ugyanígy az is kiderül a szövegből, hogy egy pogány területre ment. Nyilván a két fiú, itt zsidókról beszél Jézus, a példabeszédben is. Ez a fiú elmegy egy olyan helyre, ahol kiderül, hogy sertéseket őriznek. És ugye a zsidóknak nem lehetett
disznót tartani, meg nem is érintkeztek, nem ettek disznóhús, nem is esznek, akik most hisznek. Tehát az is kiderül a szövegből, hogy elment egy olyan helyre, ahol pogányok laknak. És a végén ott kell szolgáljon. Tehát még esélye sincs a vallás szempontjából az Istennel kapcsolatot teremtenie. Mert nincs ott az a kultusz. És amikor egy ilyen helyzetbe kerül, akkor rájön, hogy azt mondja, hogy az atyámnál még a szolgák is sokkal jobban élnek, mint én, aki az atyámnak a fia vagyok itt. Semmit nem tudtam megszerezni magamnak, minden elveszett, szertefoszlott, és azt mondja, belátja a vétkét, és azt mondja, hogy visszamegy, és nem kér semmit, csak hogy legalább szolgájaként vegye vissza az apja. És látjuk, hogy az atya pedig már várja, már előre megy, fogadja őt. És fontos, ez olyan szempontból, hogy nyilván ez egy családban is megtörténhet, de ahogy mondtam, bárhol máshol, testvérekkel, hogy fontos látni azt, hogy mi mit kaptunk az Istentől, és nem előítéletek kell lenni, amit az Isten tisztít meg ettől, most nem erőlködésről van itt szó, mert látjuk itt az idősebbik fiút, aki hazamegy, ünnep van, és nem tud ünnepelni. Mert ítéli ezt a testvérét, nem csak ítéli, de teljesen el is utasítja, azt mondja, hogy a te fiad, nem azt mondja, hogy a testvérem, a te fiad, nekem semmi közöm hozzá. Teljesen elutasítja, és látszik, hogy az első ember, aki ettől szenved, az ő maga. Van egy ünnep, amiben nem tud belépni. És látszik a gondolkodásában ez a probléma, hogy azt mondja, hogy látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És megy tovább, és egy gödöjét se adtál. Az nem derül ki, hogy kérte egyáltalán, mert lehet, hogy nem is kérte. De az atya válasza nagyon fontos. Az atya ugyanúgy kimegy hozzá, mint a másik fiúhoz. Nem, őt se utasítja el, hanem azt mondja, hogy te mindig itt vagy velem, mindenem a tied.